Bagira, a fekete labrador felveszi, és gazdája kezébe adja a pórázt. Ezzel is még számos mutatvánnyal kápráztatták el a gyerekeket a Nyíregyházi Segítőkutya Alapítvány munkatársai, ezúttal Nyíregyháza legnagyobb könyvtárában. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz, amely felnőttek és gyermekek számára egyaránt számos programot kínál. Már 17. éve rendezzük meg folyamatosan az Országos Könyvtári Napokat itt Nyíregyházán is, illetve az egész megyében rengeteg kis települési könyvtár is csatlakozott, illetve majdnem mindegyik nyilvános könyvtár. Ilyenkor egész napon, ez egész héten keresztül meghosszabbított nyitvatartással és különleges programokkal várjuk az érdeklődőket. Itt Nyíregyházán több mint 30 programmal. Tomaszowski Anita felhívta a figyelmet, hogy október 3-a és 9-e között az Országos Könyvtári Napok rendezvényei mellett ugyanezeken a napokon más kedvezmények is várják az olvasókat. Ilyenkor mindig nagyon népszerű az ingyenes beiratkozásunk, az amnestia, tehát aki valamilyen oknál fogva elfelejtette visszahozni a könyveket, dokumentumokat, most minden büntetés nélkül megúszhatja, vissza tudja hozni. Illetve garázsvásárt is szervezünk, rendezünk ezen a héten, ami szintén nagyon-nagyon népszerű, úgyhogy aki ebben gondolkozik, igyekezzen, mert az első napokban elfogynak a legjobb kiselejtezett könyveink. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. Ennek alkalmából készítettek egy visszatekintést a könyvtár fotóarchívumából, amely az interneten is megtekinthető. A könyvtár igazgatót kérdeztük arról, hogy az elszabadult rezsiárak miatt korlátozzák-e a jövőben a szolgáltatásokat. Az igazgató azt mondta, egyelőre nincs hivatalos döntés a téli működésmódról.